Civil szervezetek aktuális pályázati lehetőségeiről tartott tájékoztatást a miniszterelnökség civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára, Szalai Bobrovnicki Vince. Az előadásra az előírt óvintézkedéseket betartva ülhettek be az érdeklődők, és hallgathatták meg, hogy idén milyen pályázati kiírások várhatóak a civil szférában, és milyen költségkeretet szavazott meg hozzá a miniszterelnökség. De jó hírekkel érkeztünk, amelyek abból állnak, hogy ugye most kérjük a Nemzeti Együttműködési Alap, tehát a Magyar Kormány civil alapjának a pályázatait. Ez ugye ebben az évben 7,7 milliárd forint volt, jövőre 9,3 milliárd lesz. Tehát egy érdemi növekmény van az alapban. A civil szervezetek által benyújtható, egyszerűsített pályázatok tekintetében is emelkedett a megpályázható összeg. A tavalyi 200 ezer forintról 300 ezer forintra nőtt. Érdemes minél előbb beadni az igényeket, mert itt számít a beérkezési sorrend is. A keretösszeg eléréséig minden pályázat nyertes lehet. Az elmúlt évek tapasztalata alapján a beérkezett igények 40%-a kitöltötte a keretösszeget. Fehérvári Tamás, a Tolna megyei közgyűlés elnöke, nagy segítségnek tartja a minden évben megjelenő pályázati lehetőségeket. Ezeken a pályázatokon a települések indulhatnak, önkormányzatok indulhatnak, de elsősorban civil szerveződések indulhatnak, amelyek alulról jövően képezik a civil társadalmat Magyarországon, és ezek a szerveződések, ezek a szervezetek, ezek által az anyagi források által tudnak mozgolódni, és tudják a résztvevőket, a tagjaikat, a szervezőiket mozgatni. A pályázatokat október 12-én írja ki a Nemzeti Együttműködési Alap.